Sziasztok! Lássuk, hogy mit tartogat számunkra a következő 48 óra. Két csoport van ismét, a citrin és az ametiszt csoport. Fogjunk is hozzá. Ha még nem tudtad eldönteni, akkor kérlek, hogy állítsd meg a videót, és akkor úgy döntsd el, hogy melyiket választanád. És lássuk először a citrin csoportot, még hozzá, a hozzá tartozó cigánykártyával, hogy mit tartogat számunkra a következő 48 óra. Lássuk, hogy mi érkezik, mi jön felénk itt a következő két napban. Mi jön felénk? A szerelem érkezik felénk. Talán nem sokan bánjuk, bár ez a szerelem eléggé távolságtartó. Na, gondoljuk mi. Bocsánat, hogy vicces kedvemben vagyok, de... De valamennyire igaz, amit először mondtam, tehát, hogy az tűnik nekem most a legvalószínűbbnek, ez a lapok alapján, hogy nagyon sok gondolatunk van egy nem megélt szerelemmel kapcsolatosan. Sok esetben itt lehet arról szó, hogy külön vagytok, vagy még nem vagytok együtt a páratokkal, vagy a szerelmetekkel, és ebben fog valamilyen változás bekövetkezni, bár itt az özvegyemberrel és a betegség lapjával azért ez a változás nem lesz olyan nagyon kedvező. Vagy az is lehet, hogy ez a nagy magányosság érzés kezd elvonulni, hogy úgy mondjam. Egyes esetekben viszont egészen mély depresszióvá, egészen mély borzalommá tud süllyedni, de ezt csak nagyon keveseteknél érzem. Sokkal inkább azt gondolom, hogy itt ez a valami fog történni, és akkor most majd erre kérek rá a lapokból plusz útmutatást, hogy mi fog történni, mert ezt jelenleg egy helyzetértékelésnek látom, de mi fog történni a következő két napban, hogy ez a nem realizálódott szerelem érzés, milyen gondolatok, még hogyan. Szóval a szerelemre kérnék szépen valamilyen plusz információt, hogy mi történik ezzel a szerelemmel, vagy miért van itt ez a szerelem. Ugye kijött a hamisság, az ellenség és a lelkész. Itt kiderülnek olyan dolgok, amelyek esetleg eddig akadályozták ennek a szerelemnek a beteljesülését, illetve ami miatt eddig ez a távolságtartó szerelem megvolt, és ez okoz majd némi fejtörést. De mit jelent itt a gondolat? Miért van itt a gondolat? Mit tudhatunk meg erről valami plusz információt? Kijött a ház és a vágyakozás, és igen, tehát, hogy megtudhatunk valamit, hogy miért kellett, vagy miért volt szükség arra, hogy ez a szerelem, ez még ez ilyen távolságtartó legyen, és ez a gondolatainkat eléggé olyan irányba tereli, hogy az otthonunkkal kapcsolatosan kezdünk el foglalkozni, illetve arra vágyunk, hogy legyen egy olyan otthon, már akár közösen is a szerelmünkkel, ahol ezeket a vágyakat tényleg megtapasztalhatjuk fizikálisan is. És erre lehetőséget is ad ez a néhány nap,
a lapok szerint, de megkérdezzük még az özvegyemberrel kapcsolatban, milyen információ jön. Az özvegyemberrel kapcsolatosan, de valami hirtelen anyagi dologváltozás következik be. Lehetséges, hogy vagy egyes esetekben ugye itt nem csak a magányosságról volt szó, és nem csak azért volt ez a befelé fordulás, beteges szintű befelé fordulás, mert hogy magányt él meg az a férfi mondjuk, vagy ti, hanem mondjuk az anyagiak miatt is, és ebben történik valami hirtelen pozitív, méghozzá nagyon pozitív változás. Úgyhogy ez a két nap, ez nagyon érdekes, és nagyon jó irányba indulhatnak el a dolgok néhányatoknál. Már az önmagában véve, hogy a szerelemmel kapcsolatos hamisságok azokra fény derül, és kiderülnek, hogy miért, és mik voltak ezek, amik nem voltak igazak. Már ez önmagában egy jó dolog, függetlenül attól, hogy lehet, hogy ez mélyen fog érinteni benneteket, de ez csak azt segíti elő, hogy ti érzelmileg megerősödjetek, és egy pozitívabb képet lássatok. Jó. Amit még szeretnék elmondani, hogy a bejegyzések között közé tettem egy kurzussal kapcsolatos információt, ami arról szól, hogy hogyan lehet ezeket az ilyen helyzeteket stabilabban kezelni, hogyan lehet magunkban feldolgozni azt az állapotot, amikor már több egyszerre fordul elő, hogy ilyen hármas kapcsolatban keveredünk, vagy nem minket választanak, szituációba keveredünk, hogy ennek mi az oka, és akkor ezt hogyan dolgozzuk fel. Vagy akinek van párkapcsolata, hogyan lehetséges az, hogy és mitől, az, hogy ilyen viták, veszekedések jönnek létre. Miért lehet az, hogy a szeretett férfi az gyermekesen viselkedik, és azzal mi mit tudunk kezdeni? Szóval ilyenekkel kapcsolatos kurzusról szól ez az információ. 4 hónapig tart, karácsonyra vége, de amire vége lesz, addigra egészen más megvilágításba kerülnek a dolgok a saját életében, aki ebbe belekezd. Úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy fogjon bele, mert ez egy nagyon eredményorientált, hogy úgy mondjam. Tehát ez nem csak azért van, hogy legyen még egy papírral több, vagy még egy pipával több, hogy ja, ezt is megcsináltam. Nem, én úgy gondolom, hogy ez a kurzus, ez kifejezetten az a célja, hogy a bennetek lévő gátakat azt úgy feloldja, és hogy szabadon ott hadáramoljanak az érzelmek, ennek a kiterítésére irányul leginkább. Ez a két nap, ami itt a kártyák mutatnak, ez megint csak arra utal, hogy itt érzelmi feldolgozásnak nagyon nagy szerepe van, és ehhez mindenképpen jó az, hogyha úgy jobban rálátok a valódi dolgokra, mint ahogy korábban volt, mert itt a hamisság kiderülése akár például egy ilyennek is köszönhető, illetve azoknál mondjuk nagyobb eséllyel fordulhat elő, akik már tudják ezt más szemszögből is nézni, ezt az ő élethelyzetüket. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, meghallgattad, minden jót kívánok nektek, sziasztok, és akkor lássuk, a kettes csoport számára mi várható a következő 48 órában, mit mutatnak a lapok a kettes csoport számára. Megnézzük azt, hogy mit mutatnak itt a lapok. Egy önkéntes, aki jött,
de szépek. És lehet ezt még fokozni is, úgy tűnik, bár igen, a végére azért tökéletesen jól lettek a dolgok. Kijött ugye a kardok 9 érmék, 8 kardok, 10 botok, 5, és a végére a botok királynője. És ez alapján én azt gondolnám, hogy olyan jól sikerül dolgozni magunkon, hogy nem csak álmatlan éjszakáink lesznek, hanem saját magunkat hátba szúrjuk. És ezt hogy tudjuk megtenni? Hát azzal tudjuk megtenni, hogyha nem bírunk leakadni arról, hogy miért történnek így a dolgok, miért ez történik, miért ezt csinálja a másik, miért azt csinálja a másik, és akkor itt már belecsúszunk a botok ötös energiájába is, hogy olyan intenzitással tudjuk így magunknak ezeket duruzsolni a fejünkben, a belsőnkben, hogy ezzel tényleg elérjük azt, hogy ha ez nem fájt még korábban az élet, vagy bizonyos élethelyzet, akkor ezt még mélyebben meg tudjuk mártani magunkban a kést, és még inkább tudunk magunknak szívfájdalmat okozni ezzel a kitartó, állandó agyalással. Ugyanakkor az a szerencse, hogy a sort a botok királynője zárja, aki viszont egy nagyon tetrekész, nagyon szenvedélyes, produktív személyt jelöl, és azt jelzi itt számomra, hogy lehet, hogy ez a két nap, ami előttünk áll, ennek a nagy része ezzel a hiába való belső monológokkal és vitákkal fog eltelni, azért a végére sikerül nekünk ebből kihozni valami szuper jó dolgot, mert a botok királynője, ő az, aki feláll, és azt mondja, hogy jó, történt, ami történt, indulok, és megyek, és csinálom, mert találtam magamnak egy új célt, és mindegy, hogy mi történt, én ezt sútba dobom, és megyek. Tehát sokkal jobb, mintha bármelyik másik királynő jött volna ki, mert ő nem fog tovább agyalni. Nem ez az agyalás lesz jellemző az utána következő időszakra, mint a kardok 9-es vagy a kardok 10-es. Nem is ez a belső küzdelem, mint a botok 5-ese, hanem fogja magát, és akkor azt mondja, hogy ezt akkor így leteszem, nem érdekel, mert én ezen túljutottam, és egyébként is én vagyok a botok királynője, tehát én megtehetem azt, hogy mindent félreteszek, és megyek, elindulok egy új úton, tűzzel, hével, szenvedéllyel nekiindulok, és aki jön, jön, aki nem, nem, én akkor is elindulok, és megyek. És én nekem ez nagyon-nagyon biztató, ez a vége, függetlenül attól, hogy mit mutatnak a többi lapok. De megkérdezzük azt, hogy miért van ez a kardok 9-es itt. Mit tudhatunk meg erről bővebbet, milyen életterületről van itt szó, szóval milyen plusz információt tudhatunk meg erről a kardok 9-eséről. Mit tudhatunk meg itt a kardok 9-eséről? Kijött rá az akasztott ember és az érmék apródja, és ez valami olyan élethelyzetről beszél, ahol már régen meg voltunk akadva. És az érmék apródja az pedig azt jelenti, hogy próbálkoztunk mi már ebben a megakasztott helyzetben ilyen apró kis lépéseket csinálni, de most, minthogyha ezzel az érmék 8-asával valami magasabb szintre emeltük volna ezeket a lépegetéseket, és hogy kikerüljünk ebből az álmatlan éjszakákból, ebből az önostorozásból, ebből a túlagyalásból, hogy miért történik ez velem, miért én velem történik, hogy lehet ezt így, hogy mindig ugyanaz történik, szóval ilyen típusú helyzetből,
azt mondja számomra ezek a lapok, hogy ebből most valahogy túljutunk. És megkérdezem, hogy a Gardok tízese, ő miért van itt, őről mit tudhatunk meg valamit pluszba, mit tudhatunk meg a Gardok tízeséről, és még egyet, az érmék négyese és az érmék hetese. Hát igen, ez pontosan azt fedi le, amit az előbb mondtam, hogy egy ideje ragaszkodtunk ehhez a én tudni akarom, miért történik ez velem, miért történik az, miért így van, miért úgy van, tehát ez a rengeteg miért kérdés tartozik ehhez az érmék négyes állapothoz, és ez a rengeteg miért kérdés okoz tulajdonképpen sokkal nagyobb szívfájdalmat számunkra, mint ami valójában történt. És ha úgy igazából belegondoltok, nagyon sok esetben, amikor például szakításról van szó, nem is igazából az a fájdalmas dolog, hogy szakítotok, hanem sokkal inkább az, hogy miért csinálta velem. Tehát ott az ego nagyon belép, hogy hogy tehette ezt velem, és itt az hangsúlya velemen van, nem az, hogy ő hogy tehette, hanem hogy velem. És itt nekem ez a ragaszkodás, ez meg itt a kardok 9-es és abból a 10-es, sok munka árán elérve, hogy lesz ebből mély fájdalom. Hát így, hogy az egót engedem túl dominálni ebben a helyzetben, és úgy tűnik, hogy ez elég régóta megvolt ez a helyzet, de most a türelmünknek, vagy valakinek a türelmének a hatására igazából lehetőség lesz ezen túllendülni, mert ott a végén a botok királynője, aki hát fogja magát, és akkor lezárja ezt az egészet. Tehát vagy olyan égi energiák segítenek, támogatnak bennünket, amelyeknek az eredményeképpen képesek leszünk egyszer csak úgy hirtelen ezt az egészet abba hagyni, és belátni, hogy ennek nincs értelme, vagy történik valami olyan, ami erre a jobb belátásra bír bennünket, és akkor így minden a helyére kerül. Tájékoztatlak benneteket is, aki azt a kettes csoportot választotta, hogy a bejegyzések között tettem közzé egy olyan kurzusról egy bejegyzést, ami arról szól, hogy hogyan tudunk rálátni a saját problémáinkra, hogy mi okozza, hogy ilyen helyzetekbe kerülünk, mi az, ami így az egónkat engedi túl dominálni, és miért kérdezzük ezt a sok miért kérdést, mi az az alapja, és ezen a kurzuson, ezen a képzésen, ezen erre adódik lehetőség, hogy ezzel így szembenézzünk magunkkal, és megtaláljuk a gyökerét annak, hogy ismétlődő helyzetek az életünkben miért következnek be. Mi az, ami belőlünk itt ezt generálja, és kihozza a másik emberből például azt, hogy nem vagyok elég a számára. Miért érezzük azt, hogy nem vagyok elég a számára, és ő miért gondolja úgy, hogy mi nem vagyunk elegek az ő számára. Szóval ez a legfőbb témakör talán, ami köré ezt a kurzust, amit ott közé tettem, hogy ez körüljár, és nagyon nagy esélye van annak, hogy az a 4 hónap alatt, ameddig az tart, az alatt ennek a végére lehet járni, és megértve ezt az állapotot pontosan el lehet érni vele, hogyha
hogy el lehet érni ezt a botok királynői állapotot, hogy azt mondani, hogy jó, elég volt, már értem, hogy miért történik, és akkor lépjünk tovább. Szóval ez így most ugrott be, hogy ez a kártyák, ami ide van lakva, ez pont arról beszél, amit most így elmondtam a kurzus kapcsán, teljesen véletlenül, hogy pont erre kapunk a végén lehetőséget akkor, hogy felismerve a problémáinkat, megoldva azoknak jó részét, feloldva azokat a mintákat, ami alapján működünk, úgyhogy nem is tudunk róla. A végén oda jussunk, hogy karácsonyra egy gyönyörű, szenvedélyes, tüzes királynővé váljunk. Mert remélem, hogy sokunkkal megtörténik ez. Mindenkinek köszönöm, hogy itt volt, megnézett, és köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és minden kommentet, minden véleményt köszönök, minden tagnak köszönöm azt, hogy a csatorna tagjává lett, és minden jót kívánok nektek. Sziasztok!